Megnőtt már ez a fű is. Mama azt mondta reggel, hogy ha lesz fiam időd, akkor nyírd már le ma a füvet, mert annyira jó tudsz füvetni. Én hát tényleg már kicsit nagy. Meg kell nyírni a füvet. Nem megy a hóba. Kicsába. Sziasztok, kaptunk egy csomagot a Gárbest nevű oldaltól, ezt fogjuk ebben a videóban most kibontani. Gondolom a címből már kiderült, hogy mi van a csomagban. Egy hoverboard. A leírásban itt lesz minden link, a Gearbest oldal, meg ennek a linkje is, hogy honnan lehet ezeket a dolgokat megvenni. Nézzetek szét, ott az oldalon vannak ilyen különböző elektronikus cikkek, nagyon sok mindent árulnak. Nem származik belőle semmilyen bevétel, nem csupán azért küldték ezt nekem, hogy így csomagoljam ki vidibe, és mutassam be nektek. Egy. Itt a kicsike. Smart 10 Balance Well. Na, kibontjuk a csomagot, kapunk hozzá egy leírást, egy töltő, és ez egy tok, amiben majd szerintem lehet cipelni a dolgokat. Itt van! Azt a rohadt, de nehéz! Hú, ez nagyon nehéz. Van benne olyan 7-8 kiló. Így feldugtam töltőre ezt a hoverboard dolgot. Az alján van egy ilyen bekapcsoló gomb, ez. Tesz, ha megnyomom, itt ez világít, ez a LED panel, hogy mi ez, pillanat. És most szerintem várjuk, hogy töltsön, ugyanis, hogyha így rányomom mind a két kezem, akkor látszik, hogy az a piros világít, szóval nincsen még feltöltve rendesen, világít az a kis piroska. Kicsit várok vele, hogy hát ha feltölt hamarabb, és akkor úgy megpróbáljuk kipróbálni. Mert erre nem számítottam, hogy lemerülve fogják küldeni, csak gondolom a hideg miatt lemerült, ahogy így postázták közbe. Rájöttünk egy új funkcióra, amit mindjárt meg is mutatok nektek. Csak Bluetooth-on rá kell kapcsolódni erre. Most csatlakozott rá. Most nem jó. Valaki felbaszódott. Na szóval ezen zenét is lehet hallgatni közben, miközben űzöd. Van az olyan két hangszóró, itt, és akkor ott sztereóba szólnak a hangok. A telefonon Bluetooth-ra rácsatlakozol, és hallgatod a zenét. De most jön az a rész, ami fontos lesz nekünk, hogy kipróbálom és ráállok végül. Azt a kurva eget! Ez nagyon izé, hallod? Megy ki a lóvlad! Próbálkozás 2.0. Az a baj, hogy ahogy ráállok, ez így kimegy a lábad alól. Jó van. Tudom, mit csináljak? Nagyon fura, gyerekek, egyszerűen. Odafordulok most hozzád. Elindulok arra. Azért recseg itt a tamera a gumi és a csempe között. Van egy ilyen súrlódás hatás. Azból, hogy olyan fura ez az érzés, hogy ilyet még nem éreztél, és ezért olyan fura ez az egész. Megpróbálok hozzátok közelebb menni most. Lassan, nagyon hasonlodok. De maradjatok úgy. Becsukom a szemem és élvezem, hogy jövök. Jaj, ne átra! Előre! Előre. Kapaszkodok. Jó van. Így sokkal jobb. Jöttem már kapaszkodok, így azért sokkal merészebb vagyok, mert van ki bekapaszkodnom. Szerintem fura ez az érzés. És az a baj, hogy nem is irányíthatom a lábamat, mert a legkisebb mozgásra is jobbra meg balra megyek. Jaj, most vissza. Visszafordulok.
Úgy, most vissza a másik oldalra. Jó van, most megint balra. Megint jobbra. Most állok. Maradok azért itt a közelbe veletek. Jövök a falhoz. Olyan vagyok, mint Lomini. Az anyammal irányítom. Megfordulok hozzátok. Anyám, durva állod! Egyre jobban ráérzek. Lassan-lassan már azért kezdem érezni a ritmusát, meg így átérzed rögtön. Így legelőször nagyon fura, most így elkezdek forogni. Gyerekek, ez mi? Ez mi, gyerekek? Ez mi? Nem fog szédülni. Na, azért lassan már. Kicsit hasonlít szerintem a korcsolyázásra. Lehet, hogy hülyének fogtok nézni, de egy kicsit tényleg úgy érzem, hogy nagyon is bele kell szokni ebbe a fura módba, hogy úgy mész előre, hogy nem lépsz. Szóval... Nem csinálsz érte semmit, csak a lábodat dűltöd egy kicsit előre, meg hátra. Na. Hátra. Hátra, 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 hátra. Előre, 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 előre. Mit szólsz hozzá, mama? Mit szólsz ehhez? Na? Tetszik az ötlet? Nem jössz, kipróbálod? Nagyon kúja vagy. Nagyon, sose fogsz felnyőni. Sose. Fel kell nyőni. Hát ezt a felnőttek is használják. Maximum amúgy 20-30 km/h tudok ezzel menni, csak valahogy nem félek, hogy megkockáztatni a sebességet. És így kipördülök hátra, és veletek szembe. Na szóval életem első hoverboardozása így ment, gyerekek, most jön a gyakorlás része. Szóval most egy időig még nem leszek itthon, ezt nem fogom magammal vinni Egerbe. De... Egy ideig nem leszek itthon, próbálgatok, gyakorolgatok nektek, meg minden, stb. Szerintem lesznek ilyen videók vagy vlogokban, hát ha láthatjátok majd ezeket. Ja, ezt nem így akartam! Le fogok menni, le fogok csúszni. Úgy, vissza, úgy. Jobbra, úgy. És itt vagyok. Szóval, ez volt életem első hoverboardozása, linkek ott van minden a leírásban. Nézzetek szét az oldalon, még egyszer elmondom, Instagramon engem lehet követni, természetesen itt. Szóval, puszi nektek kincseim! Sziasztok!